mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, aki már megjelent, és előre azokat is, akik majd megjelennek. Jelezték sokan, hogy kicsit késnek, de most akkor a köszöntőt úgy mondom el, hogy még nincsenek jelen, de azért köszöntjük őket is, akik jelezték, hogy jönni fognak. Ugye ez a körbének, a környezetpszichológiai beszélgetéseknek egy következő alkalma. Ezt a környezetpszichológiai beszélgetéseket az ELTE gazdaság és környezetpszichológiai tanszék és a Magyar Pszichológiai Társaság környezetpszichológiai szekciója rendezi évente kétszer. Az ötletgazda Juhász Judit kolléganőm, aki ott ül és almát eszik éppen, ő találta ezt ki annak idején, hogy rendezzünk ilyen rendezvényt évente kétszer. Az őszi körbe az mindig egy kicsit művészetibb irányultságú, a tavaszi meg mindig egy kicsit tudományosabb irányultságú. A kicsit az azt jelenti, hogy sosem szeretnénk nagyon szigorúak lenni, hanem mindig arra törekszünk, ami a környezetpszichológiának is a sajátja, hogy a szakmák közötti izgalmas, érdekes, sodró, mindenki számára érdekes beszélgetések legyenek, tehát a környezetpszichológiai beszélgetések név is ezt akarja. Minden fél évben a téma valahogy az ember és a fizikai, szociofizikai környezet viszonyáról szól. Volt már város, város alatti terek, fa, különböző történeti környezetek, illetve tavaly legutóbb az állatokkal, a társállatokkal való viszonyulást vizsgáltuk meg, és az idén a tárgyakkal foglalkozunk, illetve nem csak az idén, hanem most itt tavasszal, méghozzá speciális környezetpszichológiai értelemben vett tárgyakkal, ezért lett a címünk háziasított tárgyak, tárgyasított házak, mert hogy arról fogunk beszélni mi mindannyian itt, hogy milyen fajta speciális pszichológiai viszonyunk van a bennünket körülvevő tárgyakhoz, és ezen belül a házak, az épület milyen fajta speciális ilyen környezetpszichológiai tárgy, tehát hogyan viszonyulunk hozzájuk. A program, amint azt látták, nincs benne változás, éppen ezért elmondom, hogy mi lesz a program. Most, ha én befejeztem a megnyitó szavakat, akkor magamnál is tartom a szavakat, és egy kis bevezetőt fogok mondani a fontos tárgyakról, tehát hogy ez hogyan is néz ki környezetpszichológiailag, mi az, hogy tárgy. Aztán 15:30-kor átadom a stafétát a kedves környezeti kommunikációt tanuló hallgatóknak, akik a BME média és kommunikáció szakjáról jöttek, és környezeti kommunikációt tanulnak, és a jó kis vizsgálatokat csináltak a múlt fél évben, és ezeket fogják megosztani tényleg stafétaszerűen, tehát egymásnak adva a stafétabotot, izgalmas tárgyakkal foglalkoztak egy fél éven keresztül. Aztán egy kis szünet, frissítők fognak következni a PPK Hők jóvoltából, aki egyébként a főtámogatónk minden tekintetben, kis ilyen a lelki táplálékon kívül, vagy az agyi táplálékon kívül testi táplálékot is finanszíroznak egy kicsit. Majd 5 órától következnek meghívott előadóink, akiknek már a kapitány Gábor itt van, neki személy szerint is meg tudom köszönni, hogy elfogadta a meghívást, mert előre igazán megtiszteltetés részünkre, hogy elvállalták az előadást. 5 órától 6-ig a tárgyak a kultúrában, tárgyszimbolika, a kulturális antropológia és a szociosemiotika nézőpontjából kapitány Ágnes és kapitány Gábor előadása, kapitány Gábor lesz most jelen, ő fogja elmondani az előadást. 6 óra és 7 óra között a Bánáti Hartvig építész iroda a vendégünk, mindkét alapító tagja és vezetőtervezője, Bánáti Béla és Hartvig Lajos, akik aztán megvilágítják nekünk az épületek mint tárgy szerepét. Nagyon izgalmas lesz szintén ez az előadás is, és a záró előadás 19-től 20 óráig Orlai Balázs, független designer, meg elmondja nekünk, hogy a design az mi tulajdonképpen. Nem csak elmondja, hanem aki itt tud maradni végéig, egy kicsit be is vonódhat ebbe az előadásba, egy kicsit interaktív is lesz. Tudom, hogy ilyenkor a féltársaság megrémül, de nem lesz ilyenfajta dolog, hogy hirtelnyébe tervezni kell valamit, hanem csak jó, tehát igazából jó ízűk, beszélgetős lesz a vége is. És akkor 8 óráig tartunk együtt, aztán néhány kedves köszönő szó mindazoknak, akik végig kitartanak.
És aztán majd valamikor ősszel újra találkozunk egy immáron egy kicsit művészibb orientáció témával, amit most, ha tudnék, sem mondanám meg, de nem tudom még, hogy mi lesz a téma. Jó, hát közben érkeztünk még, akiket akkor újra köszöntök, de most nem kezdeném el a köszöntőmet előről, hanem ezzel foglalkoznék, hanem tovább mennék az előadásra ténylegesen, aminek ugye, mint említettem, az a célja, hogy kicsit megnézzük a tárgyat, mint olyat környezetpszichológiai szempontból, és hát ide fogunk eljutni, ami a cím, hogy ténylegesen a fontos tárgyak belénk költöznek, tehát hogy hogyan lesz a tárgyakból dolog, illetve a házból hely, a térből hely. Ez igazából egy onnan érdemes elindulnunk, hogyha akarja gép is, hogy azt lehet mondani, ugye mi társadalomtudósok vagyunk, vagy ráadásul pszichológusok, én legalábbis, tehát a társadalomtudomány természettudomány határán, de ugye ez mindenképp nagyon érdekes, hogy a társadalomtudományok eléggé sokáig foglalkoztak különböző módokon a tárgyakkal, aztán valahogyan Descartes után már kevéssé, tehát valamilyen módon ketté vált a természet és társadalomtudományok ketté válásával, vagy világos elkülönülésével az objektív fizikai világ és a szubjektív szellemi, pszichológiai, humán emberi szféra. Ez a 20. századra a tudománytörténészek szerint teljesen lezajlott tulajdonképpen. Elkülönült ez a két szféra egymástól, más módszerekkel vizsgálódtak, másra orientálódtak, nem tartották egymásra vonatkoztathatónak a két szférát. Ez annak ellenére úgy volt a pszichológiában is, a pszichológiában különösen lezajlott ez az elkülönülés, hogy gyakorlatilag William James, akit a pszichológiában amerikai ágról a pszichológia alapító atyának tekintünk, ő már 1890-ben azt állította, hogy az énünknek van egy empirikus része, amihez egyáltalán hozzáférünk tapasztalás útján, és ez az empirikus én, ez gyakorlatilag három alstruktúrából áll, és elnézést kérek, a materiális én az becsúszott a komponensei szintjére. Tehát a három alstruktúra az a társas, a spirituális és a materiális én. A társas és a spirituális most hadd ne szoruljon magyarázatra, egyel kapcsolatban könnyebb asszociálni a másikkal, meg mindezt a szellemi szférát jelenti, ami az emberre jellemző. A materiális én tevődik össze szerinte a tárgyi világról szóló kognitív, tehát tudás komponensből, mit tudunk, mire való egy tárgy, mi a története és egyebek. Az affektív viszonyulás, ami a tárgynak a tárgyhoz való érzelmi, szándékszerű viszonyulás jelenti, és a konatív, ami igazából az akarat, tehát a szándék kicsit ebbe félig átlóg, tehát a tárggyal kapcsolatos vágyak, késztetéseket jelenti. És igazából ezekből szerveződik össze szerinte az én. Tehát, hogy gyakorlatilag egy pszichológiai konstruktumot úgy épít fel James, igaz gondolati úton, hiszen ő azért jó részt filozófiailag gondolkodott az emberről, hogy ennek része gyakorlatilag a tárgyi világ. Az előbb említettem, hogy illetve úgy kanyarodtunk el egy kicsit James felé, hogy annak ellenére, hogy voltak a pszichológiában már nagyon korán ilyen gondolatok, igazából a 20. századra teljesen kialakult ez a dualista vagy redukcionista felfogás a tárgyakat, a tárgyi világot, a materiális kultúrát és a humán kultúrát illetően. Kiírtam egy idézetet, a kétosztatúnak tekintett, tehát a szubjektumokra és dolgokra osztott világ víziója, azért félrevezetően redukcionista, mert mindkét kategóriát önálló, elkülönült egésznek tekinti, azt sugallva, mintha a szubjektumok létezhetnének a dolgokkal kialakított interakciók, vagyis a dolgok jelenléte és tevékeny közreműködése nélkül. Hát a környezetpszichológia pontosan ennek az állításnak a manifestációja, tehát hogy nem léteznek a dolgok nélkülünk, és mi sem létezünk a dolgaink nélkül. Úgyhogy a 21. század elején tulajdonképpen erős mozgalomszerű megnyilvánulások következtek a szociológiában, a filozófiában és a pszichológiában is, azért, hogy a társadalomtudományi rehabilitációja az anyagi kultúrának megtörténhessen. Még egy kicsit történeti mozzanat, ehhez nagyon erősen hozzájárult a pszichológia oldaláról az a gondolat, ami hát a fogyasztást, a tárgyak birtoklását erőteljes negatív színezettel kezelte pszichológiai oldalról.
többen, például az említett Rizman, talán sokan ismerik a Magányos tömeg nevű művét, azt mondja, hogy a 20. századra lezajlott az úgynevezett fogyasztói forradalom, és ennek következtében kialakult egy tömegfogyasztó társadalom, és hát nagyon sokan, többek között Erik Fromm, a pszichoanalitikus orientációjú szerző is azt fogalmazza meg, hogy lassan az ember már a saját létezését sem bírja a tárgyai nélkül definiálni, ami egy ilyen szétfolyását eredményezi az énnek. Úgy látszik, mintha a létezés tulajdonképpeni lényege a birtoklásban rejlene, szinte nem is létezik az, aki nem birtokol. Tehát kifejezetten pejoratív a megítélése a tárgyak birtoklásának. Tulajdonképpen a 80-as években futott fel nagyon erőteljesen a szociológiában az a fajta nézet, ami gyakorlatilag ugyanezt állítja, mint amit Fromm is, tehát hogy az vagy, amit használsz, amit birtokolsz, tehát nem nagyon létezel a tárgyaid nélkül, csak ezt nem negatív előjellel teszi, hanem megállapításszerűen kezelő, nagyjából az vagy, amit birtokolsz, az vagy, amit használsz. Más úton jutnak ehhez a gondolathoz, tehát nem arról van szó, hogy a fogyasztásban az én, az identitás megsemmisül, hanem gyakorlatilag mindenféle módon építjük a tárgyakon keresztül és az identitásainkat, illetve a meglevő identitásainkat támogatják az esetleges beszerzett, kialakított, csinált tárgyak. A Dittmar nevű szociálpszichológus kifejezetten megjelentett ezzel kapcsolatban egy teljes könyvet, a To Have is to Be, tehát a birtokolni az a létezés maga. És azt mondja, hogy az ember már tulajdonképpen nem csak különböző homó, mindenféle játékos is egyebek, hanem hogy homo faber is, tehát tárgykészítő és tárgyfabrikáló ember is, és ez nagyon-nagyon-nagyon a lényege az embernek. Ebből fogalmazódik meg később a kiterjesztett én, amit majd a későbbiekben meg még erre visszatérnék egy kicsit. Ugyanez a Belk, akinek az előbbit említettem, vagy fölírtam a nevét a kiterjesztett én kapcsán, ő azt mondja, hogy rengeteg módon definiálhatjuk az énünket különböző tárgyi mozzanatokkal. Ilyen tárgyi mozzanatokhoz tartoznak tulajdonképpen a testrészeink. Ez a tárgyi viszonyulás a testrészekhez elhalványul a tudatosság növekedésével, de kezdetben, amikor még a kisgyerek nem világosan határolja el magát, mint ént, az őt körülvevő nem éntől, tehát a tárgyi világtól, ott elég világos, hogy ott a testrészek valamiféle tulajdonként vannak jelen, illetve akkor is világos, hogy tulajdonként vannak jelen, ha elveszítjük őket. Tehát ha valami miatt az embernek levágja valami gép az ujját, akkor bizony azt tárgyvesztésként éli meg, de még mondhatnék ennél enyhébb példákat is, a szőrtelenítés és a hajvágás meg a fogvesztés az már annyira nem enyhe, de hogy egyszerűen ott is azt éljük meg, hogy tulajdonképpen egy fontos darabunk vész el, amikor levágják az embernek a haját kisgyerekkorában, mindenképp tudatos ez. Ugyanilyen tárgyként egyéni tulajdonban, többé-kevésbé egyéni tulajdonban is vannak az otthonaink, a kisállatok, erről hosszan beszéltünk a legutóbbi körben, úgyhogy ezt most nem mondanám. És amik evidensek, az ajándékok, a szuvenírek, a mementók, amik tulajdonképpen lehet, hogy nem olyan szépek, kicsit törött, kicsit kopott, kicsit már nem sípol a maci, és nem tudom én micsoda, de ettől még emlékeztet mondjuk fontos eseményekre, fontos emberekre. Természetesen más emberek is természetesen lehetnek a tulajdonaink, abban az értelemben, hogy az én feleségem akkor, mármint az én férjem, akkor nem mondja meg senki, hogy mit csinálok vele, vagy ne szólj bele, mit csinálok a gyerekkel, hiszen az én gyerekem. És így tovább. Tehát egy csomó ilyen tulajdonélmény más emberekkel kapcsolatban is van így, és nyilván a szimbólumok, személyes holmik evidensek. Kollektív tulajdonok, és itt már nagyon erőteljesen befigyelnek az épületek is, nem mint ház vagy otthon, hanem egyáltalán mint fontos nagyléptékű mozzanatai az életünknek. Az emlékművek, a szimbólumok, nyilván az ELTE, PPK épülete sokunké, de senki nem akar ide költözni, tehát ez egy másik fajta tulajdonlás élmény. És nyilván nagyon fontos nemzeti szimbólumok, de valláshoz vagy egyéb hitekhez, viszonyulásokhoz kötődő tárgyak is kötődhetnek közösségekhez, és definiálhatnak közösségeket egymáshoz képest. Azt ígértem, hogy valamilyen módon feloldjuk ezt az ellentmondást, tehát hogy a tárgyak és a humán világ között nincsen ellentmondás. Nem csak a tárgyak és a humán világ között, hanem tulajdonképpen sok tárgyszociológus gondolatmenetében, és ez logikus is, a természet, a készített tárgyak és a humán világ között sincsen tulajdonképpen ellentmondás. Ugye itt Réber László szép grafikáival igyekeztem szemléltetni, hogy amikor készítünk egy tárgyat,
akkor gyakorlatilag nem tudunk a természet törvényei ellen dolgozni, és sok esetben a természetből vesszük az anyagokat, a szerszámok anyagát, tehát a természet és a társadalom kölcsönviszonyának a legpregnánsabb megjelenítői a tárgyak, szociológiai és sok más szempontból is. Ennek az ellentmondásnak már, mint hogy szembeállítsuk a tárgyakat az emberekkel, és valamilyen másik világba helyezzük őket, nagyon pregnáns fogalmi leírói az affordanciák, hogy ez nincs így, tehát nem lehet ezeket szembeállítani. Az affordancia egy ökológiai, pszichológiai fogalom, majd hallunk is róla a hallgatói stafétában a kukákkal kapcsolatban sok izgalmas dolgot, de hogy arról szól ez a dolog, hogy a tárgyi világ, a készített és a nem készített világ egyaránt felajánl cselekvési lehetőségeket, lehetővé tesz, hív erősebb esetben bizonyos dolgokat, amiket a tárgyakkal, felületekkel csinálni kell, tehát ott vannak a példák, hogyha látunk egy nyitó felületet, számos ilyen nyitó alkalmatosságot mutatok, akkor azt nagyjából, mivel a testünkről van egy jófajta naív tudásunk, tudjuk alkalmazni, hogy az adott dolgot hogyan kell megfogni, hogyan kell kinyitni, hát akkor van probléma, hogyha nem igazából félrevezető volt az affordancia. Itt van az egyik kedvenc példám nekem, ezt nagyon szeretem, ez ugye állapotosok számára gumimatrac, vagy ilyen alvó, gumi és alvó matrac is. Ez egy izgalmas példa, mert hogy affordancia tekintetében ugye nagyon jól megoldaná azt a problémát, hogy az ember már néhány hónapon túl az egyik szervezőnk éppen babát várkár, hogy nincs itt, mert akkor most mondanám, hogy fűzzön ehhez kommentárt. Néhány hónapon túl is tudjon az ember hason aludni. Az a tapasztalat, hogy a nők nem szeretik, milyen meglepő, ezt a gumimatracot, tehát azt úgy érzik magukat benne, mint egy ilyen furcsa inverz, vagy nem tudom, mint teknős béka, tehát hogy nem nagyon tesz lehetővé könnyű mozgást, és eleve is fura dolog, hogy az ember így bele csüngeti a gyerekét egy ilyen tokba. Tehát, hogy nem mindig, amit a praktikum vagy az affordanciák üzennek, az nem mindig oké pszichológiailag, de ettől még a gondolat maga rendben van. Itt van egy másik fajta, nagyon hasonló elven alapuló vagy működő affordancia, ami ugye a Lego sikerét okozza, hogy ott nem nagyon van olyan, ami nem dugható össze, vagy ha van, akkor az nem dugható össze, tehát azt nem kell összedugni. Tehát, hogy pont az affordanciák mentén tudunk építeni nagyon sok szép dolgot, és hát itt is látható, hogy itt nem csak az építésre, hanem itt is egy gyönyörű szép affordancia van. Használják az emberek három dologra is ugyanezt a felületet, anélkül, hogy ezt valaki elmagyarázta volna nekik, ő ül, ő fekszik, ő pedig rakodik azon a felületen, tehát, hogy nagyon jól látják egy ilyen típusú felületnek a megengedéseit. Itt már csak néhány jópufa képet hoztam, még látható, nagyon szépen megvizsgálható egy közterületen, hogy mind tudunk állni, mind tudunk ülni. Ez egy szép gazdag téma, nem csak a padon, hanem gyakorlatilag nagyon-nagyon sok helyen kreatívan az emberek ülnek a közterületeken, és akkor ezt vagy kihasználja az építészet, vagy teremt ilyen lehetőségeket, vagy csodálkozik, hogy nem volt ott teremtve semmilyen lehetőség. Mégis az emberek meglátták ezt az egészet. Ez egy olyan példa, ami aztán tárgytervezésileg nem jött be, bár affordanciákon alapult. Arról szólt ez a gondolat, hogy ez az ülés döntést szabályozó gomb egy bizonyos autóban teljesen úgy nézzen ki, analóg legyen azzal, ahogyan az ülést tudjuk döntögetni. Tehát itt legyen a háttámla, itt van az ülőkének a szabályozása. Egy az egyben gyakorlatilag analógiásan leképezték magát az ülést. Nagyon-nagyon nem jött be, és nincs időnk sajnos most interaktívak lenni, de majd az Orlai Balázs biztosan alkalmat ad arra a végén. Nem szerették az emberek, mert egyrészt az ajtón volt, és egy ilyen nagyon bizonytalan élményt adott, tehát ajtón szabályozgatni az ülést ide-oda-oda az egy sajátos élményt adott. Másrészt pedig az volt a vágy, hogy az ülés alatt, az ülésen magán tudjanak állítani, tehát ne legyen egy elkülönült szabályozó struktúrája ennek az egész helyzetnek. Tehát ez is megint egy olyan dolog, ami szépen végigviszi azt, amit az affordanciák logikája kínálám, nem jött be. Bejött viszont meggépeknek a nyitó felülete, ezek gyakorlatilag mindenki számára azonnal kínálják a kinyitás lehetőségét, nagyon szép affordancia megvalósítás, és hát látható megint csak spontán módon is, részben a középen a kialakított affordancia, ez egy tervezett szintén megfelelő affordancia, és ez pedig a hétköznapi kreativitás egyik formája. Mindegy, most ne ítéljük meg, hogy ez jó vagy nem jó, hogy ott maradt a szemét, de észrevette az illető, hogy ez a struktúra
receptúra alkalmas arra, hogy belerakjon valamit, vagy rárakjon valamit. Vannak olyan helyzetek, amelyekben az ember elgondolkodhat, hogy mennyi affordanciát kínál egy szituáció, ugye ez pont ebben is játékos ez a struktúra, hol lehet ülni rajta, hol lehet támaszkodni, hol lehet legurítani, hogyha kisgyerekkel vagyok valamit, és akkor játszottunk. Tehát egy ilyen struktúra szemlélődés és használat kapcsán is rengeteg affordanciát mutat nekünk. És hát hoztam még az affordancia témához zárásként egy ilyen érdekes helyzetet, ahol ugye nem dönthető el, hogy most ez jó vagy nem, hát én inkább hajlanék arra, ugye, hogy nem. Tehát bizonyos dolgokat affordanciaként üzen, másokat meg nem, de azért összességében ez nem egy nagyon jó helyzet. Tehát nyilván ilyen értelemben is a használat definiálja a tárgyi világot magát az affordanciákon keresztül. Az affordancia maga egy ilyen interfész, egy ilyen interakciós kategória a tárgyi világ és az emberek között. A vége felé vagyok. A tárgyszociológusok általában, amikor tárgyról beszélnek, akkor tárgyakat is értenek alatta. A pszichológusok, amikor tárgyról beszélnek, akkor nagyon gyakran embereket értenek alatta. A kötődés tárgya, például a pszichoanalitikus szakirodalomban ez gyakori. Amikor meg a környezetpszichológus beszél a tárgyról, akkor azon tárgyat vagy épületet ért, de ilyen értelemben, mint ahogy eddig beszéltem róla, tehát átszőve a humán használati, kreativitási, mindenféle momentumokkal, és nyilván magának a tárgynak a sajátosságaival. Ahogy látható, sokan úgy vélekednek, hogy a nagyon pici vagy a nagyon nagy tárgyak, a dolgok azok nem tárgyak. Mi meg úgy gondoljuk, hogy környezetpszichológiai, környezeti kommunikációs értelemben ezek is tárgyak, mivel részei lesznek ennek a bizonyos kiterjesztett ténynek. Itt akár az otthonokig elmehetünk, vagy az épületekig, ameddig majd a Bánáti Hartwig csapat el is megy. Micsoda véletlen, az önöknek jobb oldali, az nekik egy házuk. Hát nem tudom, hogy került ide, kár, hogy nem látják, majd megmutatom nekik külön. A bal oldali nem az övéki. Csak azért raktam be ezt a két képet, hogy mennyire látszik, hogy mondjuk a bal oldalin, hogy azoknak az embereknek, akik egy olyan típusú házban élnek, nem feltétlenül gondoljuk őket nagyon boldogoknak, nagyon szegényeknek sem, mert a nagyon szegény ember nem feltétlenül ilyen házban lakik, most hagyjuk a következtetéseket az anyagi helyzetre, de ugye ezt látjuk, hogy ez azért nem nagyon van felújítva, nem tűnik olyannak, de azt kommunikálja ez a ház, hogy itt azért nem feltétlenül minden olyan nagyon harmonikus, tehát akár még mesélnek is rólunk a tárgyaink, ez most már harmadik szempont, ami mentén összekötődnek. Visszakanyarodva egy gondolat erejéig, az vagy, amit használsz gondolathoz, akár a gyűjteményeket is, hogy elvigyük egy kicsit a szélsőségek felé. Hívtunk előadókat, akik a patológiás tárgyhasználatról, a kóros gyűjtésről beszéltek volna, nem jöttek el, nem is baj most már, mindegy, de hogy egy gondolat erejéig azért ezt mondanám, hogy nyilván van olyan is, amikor az énünket gyakorlatilag elárasztják, sőt, kis metaforával vagy analógiával megsemmisítik, átveszik az énünk helyét a tárgyaink. Ilyen a gyűjtögetés, ami az egyik legnehezebben, a kóros gyűjtögetés, ami az egyik legnehezebben gyógyuló problematika. Ez is azt mutatja, hogy ha abból indulunk ki, hogy a tárgyakat időnként nagyon nehéz kidobni, ez is arról szól, hogy mennyire az énünk része. Intimizáljuk a tárgyainkat, háziasítjuk a tárgyainkat, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a személyünkre szabjuk ezeket a tárgyakat. Kitesz egyrészt olyanná, meg a helyeinket olyanná alakítjuk őket, mint amilyenek mi vagyunk. Másrészt a másik oldalról egyúttal beléjük tesszük azt, amilyenek mi vagyunk. Tehát ha tetszik, akkor átlelkesítjük őket, a tárgyakat. Personalizálás folyamata pszichológiailag ezt írja le. Olyan módon válhat egy tárgy az én részévé, sok módon, több módon. A készítésről már kicsit beszéltem, tehát ha mi készítünk egy tárgyat, akkor az a miénk, és hát néhány művész mondjuk ezért nem él nagyon jól, mert nem bírja eladni az alkotásait, tehát hogy igazából az ő egy darabja, de tényleg bármit barkácsol egy kisgyerek vagy egy felnőtt, az valahol az ő saját részévé válik. Nyilván ugyanígy ezt magas fokon, amikor a mesterség szintjén űzi az ember, akkor ez egy másik fokú én azonosulás a tárgyakkal, vagy én azonosítás velük, de a két
nem annyira evidens folyamat is itt van. Amikor jól megismerünk egy tárgyat, már jól tudjuk használni, már evidens, hogy mire való, akkor tulajdonképpen az énünk részévé válik. És a habituáció, a folytonos jelenség is pont ilyen, tehát hogyha az ember minden nap az esernyőjével indul el otthonról, és egyszer nem, akkor egyszer csak eszébe jut, hogy hopp, nincs nálam, és ez egy kicsi ilyen mikrogyász, tehát hogy így hol van, egy ilyen keresés, egy ilyen ráirányulás a tárgyra. Ezekben a pillanatokban szoktuk megélni, hogy még az ilyen evidens és hétköznapi tárgyaink is mennyi tulajdonképpen az énünk vagy az átlagos működésünk részei. És tulajdonképpen zárásként a nagy veszteséggel fejezném be, amikor valaki meghal, vagy akitől elválunk, vagy el kell költözni, és nem vihetünk magunkkal valamiket, tehát bizonyos dolgokat szelektálni kell, akkor ugye nagyon intenzív veszteség élménye van az embernek, ugyanez a költöző, a helyveszteség esetén is, és a tárgyveszteség esetén is így van. Én itt egy Bodor idézetet szoktam mondani, mert szerintem ennél jobban ez semmi nem írja le. Azt írja az apám könyvében, hogy ez nem lehet, hogy tárgyaim és tulajdonom bonyolult és szerves hálójának közepéből engem csak úgy egyszerűen kigolyozzon a halál. Mert tessék nézni, a dolgoknak egy egész rendszere bukik velem, ezek a tárgyak velem együtt elvesztik értelmüket, mert én vagyok az ő rációjuk és az ő istenük. És hogy egy kicsit abba tényleg érdemes belegondolni, hogy amikor meghal a nagymama, akkor ott marad a lakása, és akkor azonnantól már nem a nagymama lakása, hanem egy tárgyhalmaz, de azért mégsem csak egy tárgyhalmaz. Gondolkodik a család, hogy melyik tárgyal mi legyen, egyáltalán mi legyen a lakással, tehát a gyász folyamatában mennyire maradjanak érintetlenül a tárgyak, olyan is van, aki ilyen mauzóleumszerűen évekig ott tart tulajdonképpen tárgyakat az elhunyt után, ameddig egyáltalán hozzá tud nyúlni, és olyan is van, aki a tárgy szortírozása kapcsán dolgozza fel például a veszteségélményt, de ugyanez van egy válásnál is, tehát hogy teljesen nem mindegy, hogy ki visz mit, ki marad, ki megy, ki kezd új életet más helyzetben, tehát hogy egyszerűen ilyen szinten is a tárgyaink és a helyeink az életünk részeit képezik. Úgyhogy hát ezt gondoltam indításként, akkor a tárgyakkal és a házakkal való kalandozásaink kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet. És egyúttal már akkor ugye itt mi most pörgünk, át is adom akkor a stafétát a kedves hallgatóknak.